Gyönyörűen mutatnak a tulipánok a pécsi Széchenyi téren. Innen természetesen nem szabad virágot szedni, de az általunk megkérdezett virágkötők szerint ez most a legkelendőbb szálas virág. Magyarországon 1925 óta ünnepeljük az édesanyákat. Ezen a hét hétvégén fordul át a naptár, így május 1-ére esik. Nincs addig sok idő, érdemes most bejelentkezni a virágboltokhoz, ha valami komolyabb csokrot szeretnének készítetni. Megkérdeztük a belvárosban sétáló fiatalokat, hogy ők mivel lepik meg édesanyjukat. Cserepes virágot szeretnék neki venni. Azt szeretik? Igen, nagyon sok öveményünk van otthon. Nem, még kitalálom. Még kitalálod? És valamit rajzolsz neki? Igen. Mi? Virágos rétet. Virágos rétet, és mi lesz még rajta? Virág. Ez anyukám Németországban van, úgyhogy nem tudok. És hogy fogod felköszönteni? Felhívom. Én szerintem verssel készülök neki. Egyébként. Máson, maximum még egy virággal, hogyha úgy van. És te? Én egy virággal is, valami szép kis nyaklánccal. A virág és ajándékboltok már felkészültek arra, hogy a pénteki ballagások után vasárnap is csokrokért érkeznek majd a vásárlók. Élő rózsából és tulipánból kötik ilyenkor a legtöbbet, de egyre inkább választják a tartós, napokig vagy akár két hétig is szép látványt adó boxokat.